pertársaságot alakítanak azok a sérült lakosok, vagy inkább károsultak, akik, ha még emlékeznek, egy lavina omlás, egy bányaomlás áldozatai lettek, sokan elhagyni kényszerültek az otthonaikat, van, aki eladta az ingatlanát, van, aki vissza tudott költözni. Magyar György ügyvédet köszöntöm a stúdióban, jó reggelt kívánok! Közé csókolom, jó reggelt! Aki a károsultak képviselőjeként van itt, és gyakorlatilag az önvezetésével fogják majd megalakítani ezt a pertársaságot, de még egyel hátrébbre lépjünk vissza az ügyben, mégpedig az lenne az elsődleges kérdésem, hogy ugye egy állami vizsgálat is kimondta azt, hogy ez a bánya, ez gyakorlatilag felelős a lavináért. Akkor miért nem sikerült a tető alá hozni a megállapodást mondjuk egy korábbi eljárás során? Hát nem rajtunk múlott. Egész nyáron tudtak minket hintáztatni a bánya gazda oldaláról, és azt mondták, hogy lesz megállapodás, hiszen ők maguk is úgy védik, hogy persze nem hibásak, mert a házak vannak rossz helyen, és ők szinte magukra hívták a sárlavinát, mondják ők, nem tehetnek semmiről, de azért hajlandóak a sérelemdíjjal kapcsolatosan egyességet kötni. Sikerült az egész törvénykezési szünet alatt ezzel minket megetetni, majd aztán közölték, hogy hát mi mégsem fizetnénk. Azon kívül az a jogalap, amit ő emlegett, hogy szakértői bizottságok megállapították, el is marasztalta a bányahatóság őket, megemelkedett, mert a büntetőeljárás, ami szintén folyik ebben az ügyben, ugyanilyen szakértői véleménnyel állt elő, tehát megerősítette, hogy a bánya túl terjeszkedett a területein, az engedélyhez képest sokkal nagyobb területet vett igénybe, a meddőt úgy, tehát amit kitermel, azt olyan helyre tette, amely életveszélyessé vált, és az eső azonnal le is mosta. Kiderült, hogy ők meg szeretnének velünk állapodni, csak fizetni nem szeretnének. Akkor mit jelentene a megállapodás maga? Hát adjuk oda a területeinket, a lakók költözenek onnan el. Ingyen és bérmentve? Persze. De hát ezt mire alapozza bárki? Tehát ki az, aki az ingatlanát, az életét, az életterét, az csak úgy átadja valakinek annak érdekében, hogy a jövőben ne sérüljön. Tehát valahova, ha más nem mozdulnia kell ezeknek a családoknak. Hát erről volt szó eredetileg, hogy segíti őket az állam is, aztán az állam is hátralépett, akkor kitaláltak egy olyan szervezetet, amelyik majd ad nekik csere ingatlanokat. Ez mind ez porintés volt. Semmi a világon nem realizálódott. Kiderült, hogy a bányának szüksége van ezekre a területekre út céljára. Tehát nem akarok jópofáskodni, de mondhatjuk úgy is, hogy útban vannak az ott lakó emberek. El akarják őket onnan takarítani, de fizetni azt nem kéne. Azért az érdekes, hogy mind a bányatársaság, mind a bíróság elítélte a bánya eddigi működését, de a bánya ezek szerint továbbra is működhet, és működésben is van. Úgyne, és szabálytalan. És ez jogszerű, épp ezt akartam kérdezni, de közben megemlítette a választ. Persze, kapott egy nagyon komoly bírságot, 3 millió forintot, tessék elképzelni. Mi az a 3 millió forint egy ilyen tevékenységgel összefüggésben? De minket nem érdekelnek a büntetési részek. Az érdekel bennünket, és ami ottani ügyfeleinket az érdekli, hogy megkapják a megfelelő kártérítésüket. Sokan úgy mondják, hogy ez kártalanítás, nem? Kártalanítás akkor jár, hogyha jogszerű a tevékenység, mondjuk egy kisátításnál valakinek elveszik a tulajdonjogát, és ezért jár neki egy kártalanítás. De ez jogellenes magatartás, amit a bánya művelt, következésképpen itt kártérítést kell fizetni, csak ők erre nem hajlandók, de erre találták ki az igazságszolgáltatást, csak sajnáljuk azt az időt, amit eltöltöttünk velük az egyeztetésekre, megmondom egészen őszintén, felháborító és cinikus a hozzáállásuk, meggyőződésem tehát, hogy a bíróságnak kell majd itt kitenni az igazságot. Mi úgy terveztük, hogy egy család érdekében indítunk egy úgynevezett mintapert. Azt akartuk, hogy az ottani szakértő vélemények aztán kiterjesztőek lehessenek a többiekre is, de miután annyian fölháborodtak ezen, hogy kénytelenek vagyunk azonnal egybe pertársaságot indítani, mert az idő elment, hogy így mondjam, és ezeket visszahozni egy lassú eljárásban valószínűleg nem lehet. Akkor, amikor alakul egy úgynevezett pertársaság, akkor az az ügy szempontjából, a vizsgálatok lefolytatásának szempontjából, bármilyen szempontból módosítja egyébként, vagy ez annyit jelent, hogy többen összefogtak egy ügyvéd képviseletével egyébként a bányát üzemeltető cég tulajdonosával? Én megmondom őszintén, hogy a hosszú fennállásom alatt nem vagyok híve a pertársaságoknak, mert nagyon nehézkes a működtetésük, bármikor történhet valamelyik felperessel bármi, és ez, ha egy felperes van, könnyebb azonosulni. De itt ebben az esetben muszáj egybeműködtetni, bár eltérőek a károk. Itt nem csak az az érdekes, hogy milyen összegben mulasztanak, vagy milyen összegben kell nekik megkapniuk a kártérítést az épületeik vonatkozásában, itt az egész életviszonyuk a sérelemdíj alapja,
személyiségi sérelmek értik őket, és megváltoztak az életkörülményeik. Ezeket egy bíróságon lehet értelmezni és értékelni, de mindenkinek más. Ezért a pertársaság nem szerencsés, de mégis előremutató. Borzasztóan rossz, hogy az ellenoldal ennyire kellemetlenül áll ehhez az ügyhöz, és hiába játsszák azt, hogy jó szándékúak, nem azok. És megtesznek mindent tőlük telhetőt annak érdekében, hogy akik útjukban vannak, azok tűnjenek onnan el, de nem kell fizetni. Ez az erőhatalom pozícionálásának egy igen jelentős megnyilvánulása. Nem tudom, hogy ügyvédként foglalhat-e ebben állást, de azért azt lehet tudni például Recs polgármesterétől is, hogy a bánya tulajdonosa eddig is szeretett azzal hivalkodni, hogy neki milyen egyébként nagyon jó politikai kapcsolatai vannak. Az, hogyha valakinek vannak ilyen jó politikai kapcsolatai, az hogyan hat egy ilyen ügynek a nyomozati folyamatára? Az, hogy elhiszi, hogy ha fölült egy lóra, akkor ő onnan beszélhet a többiekkel. Ez történt a nyár folyamán is. Azt gondolja, hogy a kapcsolatai révén, meg az ismeretségi révén, de nem kell nekünk ezt burkolni, a Fidesz közeli társaságról van szó, a Fidesz vezetéséből származóan az lesz, amit mi akarunk, és úgy gondolja, hogy ezeket a másodosztályú embereket, mert annak tekintik az ott élő embereket, el lehet söpörni az útból. Hát a jogi képviselet ezt nem fogja hagyni, és a mi ügyfeleink pedig arra számítanak, hogy megkapják az érdekképviseletet. Uh-huh. És azt gondolom, hogy a bíróságról pedig számíthatunk, a független bíróságnak nem lesz politikai színezete. Meggyőződésem tehát, hogy itt előbb vagy utóbb, de meg fogják állapítani azokat a kártételeket, és kötelezni fogják őket, mint ahogy kötelezték arra is, hogy szabályszerűen működjenek. Meghatározták az építési engedélyükkel és a bánya engedélyükkel, hogy mit szabad és mit nem szabad. Ezen is túllépnek. Én azt gondolom, hogy ezeket a játékszabályokat, ha nem tartja be, a következményeit viselnie kell. Ügyfeleinek egyébként mi a terve, hogy ott is maradnak ezekben a lakóingatlanokban, tudván azt, hogy ez a bánya jelenleg is működik, és vélhetően fogja is a működését folytatni, vagy a kártérítés után ők egyébként el szeretnének jönni erről a területről? A legtöbbjük szeretne ott maradni, ez az ő életformájuk. De az emberi méltóságuk azt nem engedi meg, hogy ők meghátráljanak. Tehát ők szeretnének olyan körülmények között maradni, hogy biztonságban legyenek. De ha jön az őszi időszak, jön az esős időszak, továbbra is veszélyben vannak, mert hiába írta elő a hatóság azt, hogy tessék védőtávolságokat építeni, tessék az elvezetést megoldani, nem valósult meg. A financiális érdekek, a gazdasági érdekek, a profittermelés fontosabb nekik, mint az emberi élet. Azt lehet tudni, hogy a rendőrség még mindig nyomoz. Valójában mit keresnek akkor, amikor már születtek egyébként döntések és ténymegállapítás? Furcsa a rendőrség hozzáállása is. Mi sértetteket képviselünk, és a sértetti képviseletnek jogosultságai vannak. Például a teljes mértékű iratokat át kellett volna, hogy adják. Szerencsére ki tudtuk brusztolni a szakértő véleményt, és ezért van megalapozott a jogalap tekintetében. De például nem értesítettek bennünket arról, amikor az ügyfeleinket sértettként meghallgatták. Elfelejtették a jogképviseletet értesíteni. Sőt, a bánya gazda is megtette azt, hogy elkezdett tárgyalni külön-külön az ügyfelekkel, mert úgy gondolt, hogy velük szemben könnyebb föllépni, mint mondjuk egy felkészült emlőtával. Hát egyébként személyesen tette meg, vagy ügyvédein keresztül? A bánya gazda, igen, tehát hogy ő személyesen vette fel a kapcsolatot a tulajdonosokkal, minden, vagy az ügyvédek intézik ezt az ő nevében? Mindenféle formában van ott egy ügyvéd, aki ráadásul szintén tulajdonos volt még gyerekkorában ugyanitt, aztán csináltak ilyen tulajdonváltozásokat, belső érdekeltségek dominálnak, és az embereket ott megfélemlíteni nem nehéz. Tehát azért is fordultak a mi ügyvéd irodánkhoz, mert esetleg van egy olyan információ, hogy nem hagyjuk magunkat. És jelenthetem, hogy nem hagyjuk magunkat. Hát kíváncsian várjuk az ügy folytatását. Magyar Györgynek köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.